Magyarországon eldurvult a lakáspiac. Mondom is, hogy milyen problémák vannak. 2022-ről 2023-ra 19%-kal emelkedtek az ingatlanárak. A bankok számára eltörölték az önkéntes kamatplafont, amitől például az OTP, a legnagyobb bank 1%-kal emeli a lakáshitelek kamatját. Így akár 30-40 ezer forinttal több lehet a havi törlesztő részlete a lakáshitelnek, valamint az is előfordul, hogy 10-15-20 millió forinttal több hitelt kell visszafizetni az egész futamidő alatt. Az emelkedő ingatlan árak miatt az albéletek árai is emelkednek. 130 ezer forintot kell fizetni Budapesten egy szobáért. Egy egész lakásért 250-300 ezer forintot is akár ki kell fizetni havi szinten. És vidék sincs jobb helyzetben, ott is 150-200 ezer forint egy lakás. Ez a fizetéseknek a jelentős hányada. Az emelkedő albéletárakat jól mutatja az, hogy Budapest a legdrágább város Európában, ahol a legtöbbe kerül egy albérlet. Ez köszönhető azoknak a befektetőknek és nagytőkéseknek, akik tőlünk, fiataloktól veszik el az ingatlanokat, akik csak egy otthont szeretnének maguknak, egy első lakást, ahova beköltözhetnek. Tehát láttuk azt, hogy milyen problémát generált az elmúlt évtizedben a Fidesz kormánya. Bemutatjuk azt a következő időszakban, hogy mihez hogy csinálnánk másképp, hogy az MSZP mit képzel el lakáspolitikának. Mert az eddig lakáspolitika megbukott. Ideje valami más csinálni, hogy neked is legyen első otthonod. Kövess minket a Facebookon, kövess az MSZP-t, és mi el fogjuk mondani, hogy milyen a más, milyen lakáspolitika.